A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült. Zubor Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy kíváncsi. Elsünk túl ezeken a kötelező dolgokon. Miért úszás? Hány éves korban? Miért úszás? Hát kettő meg előre laktunk, akkor miért úszod ettől? Uh -huh. Ez egy elég alap. A másik, hogy mindenkinek meg kell tanulni úszni. Tehát ez nem kérdés, ez volt az alap, másik alap. A harmadik pedig az, hogy, hogy mindenféleképpen sportolnom kellett, sportos családban nőttem föl. Ez mit jel? Hát édesapám boxolt, édesanyám is kézilabda, ötusa, stb. 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 De amatőr szinten mindenki, de, de édesapám azt mondta, hogy mindegy, hogy mi, de sport, tehát nincs aluljáró, nincs cigi, sport van. Szigorú szüdök? igen, az, az a húz meg, eresz meg meg volt, de szigorúak, igen. Mi legyen a gyerekből? Mi legyen a gyerekből? Lehet akár sportoló is. Jó, de aluljáró mi? nem, cigi nem. Mi legyen? Ö, én az első kerületi Batyányi Lajos Általános Iskolába jártam, Komjádi Huszodába kezdtem el úszni, és ugye a Battyány tér és a Bem -tér között laktunk, ami annyit jelent, hogy ez a háromszög. Ezek ez, ez, ez ez szerint ez, ez később se változott sokat. Nem? nem? Főleg úgy, hogy a kislányom is ebbe az iskolába jár, édesanyám is oda járt. Ez nem volt egy ö, 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 nagy távolság, és mindig valahogy hogy, hogy úgy akadt, hogy én, hogy én azt én hogy tehetséges, hogy maradjon, csinálja, úszon. És mi legyen ne, után? Mi legyen után? Nem volt még kérdés utána. De hát ez, ez, ez általános iskolában. A szülők fejében sem. Nem beszéltünk akkor erről, vagy legalábbis nem akkora emlékszem. Akkora. E, hát a, az édesapám e, benzinkutas, taxis volt, még fiatalabb korában. Azt édesanyám e, nyomdában dolgozott. Aztán jött egy váltás, és a vendéglátóba nyúltak bele, étterem működtetése. Testvér? Család jelen Egyedül Egy Család egy fénye? Igen. Igen. <laughs> Önnek van -e egy kinézete? De a Kejfej ismeri azt a kifejezést, hogy kinézet rasszizmust. Az a az a kinézet, ami önnek van, és, vagy neked van, és az, ami egyébként a hétköznapi létezési mód, az mennyire fedi le egymást? Tehát, hogyha valaki téged a, 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 a kvázi lazasságod, ahogy viselkez, ítél meg, az egyébként nem alkot -e rólad tévképzetet? Nem, én, én, én ilyen vagyok. Én, én azt gondolom, hogy elég őszinte ember vagyok. Lehet, hogy azért valaki nem szereti, de én azt gondolom, hogy akik körülöttem vannak, barátok, azok azok így fogadnak el. Kellett -e ez a beilleszkedéshez, az úszásnál, vagy ott más dolgok játszottak szerepet? Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Még, még, még eljutottam, mondjuk az első olimpiáig. Nagyon sok lemondás, nagyon nagyon-nagyon sok, sok meló, és nagyon-nagyon sok olyan olyan edzésre indulás, hogy, hogy én ezt már nem akarom. Tehát ez nekem már elég volt, és ez már gyerekkorban volt. Tehát amikor... Hány évesek vagyunk ilyenkor? Hát ez a, az én kvázi úszó életem az elindult gyakorlatilag már, már második, harmadik általános iskolai osztályban, és ugye ez azt hozta magával, a hogy... 80-as évek legeleje. 80-as évek, igen, legeleje, hogy gyakorlatilag, mire én ötödik osztályba mentem, a, ugye felsőbe, akkor már az jött, hogy akkor reggel 3 6 os edzés. Tehát ez azt jelenti, hogy 3 6 kor úszoda, úszodában bent, tehát ez egy, mivel közel laktam az úszodához, ez egy, ez egy 5 órai könnyű ö, ö, hajnali kelés volt, ébredés. Ö, fél nyolc cígva az úszoda, és utána nyolcra bent az iskolába, bent kellett lenni, és délután pedig vissza fél háromra az úszodába, és ott voltunk hatig, fél hét körül ért, értem haza, és akkor el, kell, el lehetett kezdeni tanulni. Mindez annak érdekében, hogy? Itt nem volt annak érdekében. Csináltam valamit, volt egy olyan közösségünk, ami nagyon-nagyon ami, 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 ami jó volt tartozni. Igen. És azt mondom, hogy, hogy nem csak az én korosztályom, hanem alattam is, alattam, alattem lévő korosztály, és meg a fölöttem lévések, nem csak az enyém, itt, itt maga az edző kérdése volt az, aki, aki ezt a kás is voltam egyébként, e, aki ezt a ezt a csomagot egyben tartotta. Jó, de ez Ez, e, ez egy bronz volt az elején. Nem mondom, hiszen e, akkor mondjuk így gyermeknél és is Csándor volt az aki, aki, ezt a csapatot tartotta. Aki aztán később még visszatért? Így van, igen. E, aki ez én is visszatértem. Igen, így, így Későbbiekben, igen. E, óriási közösség formájára. Erre rejett. gondoltam. Igen, tehát ha most a brancsra gondolsz, Így. akkor igen, ez, igen. Egy, ez egy, de nem csak mind gyerekek, hanem, hanem a szülők is. Tehát mi, mi volt, hogy hogy ö, nyarant, amikor lement mindenkinek az országos bajnoksága, mi, mi elmentünk közösen, kb. 50-60 fővel, szülők, gyerekek együtt a Velencei Tóra. Az egyik srácnak az apukája katonaságnál ö, katona volt, <laughs> nem dolgozott, katona igen? volt, ö, és szerzett katonai e, sátrat, és kemping ágyba, abba aludtunk mindannyian a Velencei tónál. Emlékszem, hogy 86-ban, ugye akkor volt az első Forma egy a -e Hungaröringen, ugye, ha jól emlékszem. Nem tudom. Igen, ezek, igen, igen, e, és mi ott néztük. És ezek, ezek hatalmas élmények voltak, a, és mindazért még annak ellenére is, mert vége volt a bajnokságra, és ezeket írtuk vajáskenyér Ugye reggel a, 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 az ébredés után az ott az első feladat, hogy a Velenceitől át, meg vissza. Az, hogy ki mire lesz alkalmas az edzője szerint, ebben a korosztályban még nem volt fontos tényező, nem befolyásolta a létezést? Arra gondolsz, hogy látta -e már az edző valakiben egy pot? potenciális hogy Nem, e hanem, vannak? hogy, egy, hanem, hogy most ott vagyunk tehát valamikor 86-ban, hogy akkor egyébként, amikor az ember ott volt ebben a táborban, vagy ellógott a forma egyre, akkor tudta-e azt, hogy ez az életmódot, ez nem biztos, hogy 5-6-7 év múlva tudja folytatni, mert olyan mértékben fogja elnyelni az edzés. Nem tudom, hogy milyenekben gondolkoztunk-e. Lehet, hogy a nálam idősebbek, igen, de én nem... Hol változott a változott? Tehát amikor egyszerre csak az emberrel közölték azt, hogy számítanak rá, mert olyanok az eredménye, és mostantól kezdve még inkább. Szerintem, ami... Jöttek a korosztályos eredmények. Úttörő bajnokság. Milyen úszás nemben? Végig gyors? Nem, 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 nem. Úttörő bajnok nyír egy házán, azt mondja, 85 vagy 86 nagyon furát fogom, 100 háton, 50, nem, 50 háton, 100 pillangon, és azt hiszem, 200 vegyesen nyertem ö, érmet. Sőt, nem érmet, hanem aranyérmet első lettem. Szóval ez az 80-as évek vége, aztán elkezdtünk ö, ö, nyugatra járni versenyre, Svájcban. Németországban. Addig jártunk ez kelet nem utam. igen, tehát én emlékszem, amikor fölszáltunk kelet a, a, a metróra, és akkor az egyik állomáson úgy sohan, tehát hogy ugye nem állt meg, mert azt épp, éppen Nyugat-Belint érintette, és akkor ez Úristen, ez így, ez egy, ez egy milyen, ez egy. hogy ez most, ez most hogy van, vagy mi mi is ez itt, és akkor itt voltunk 13-4 évesek, hogy ez most miért nem áll meg, vagy hogy van ez, mint van. Ez? Hogy ezt, ezt így élőben látni, ezt a, ezt, a, ezt a különböző dolgot, ezek nagyon nagy dolgok voltak, és akkor jött, jött Svájc, jött, jött már Nyugat-Németország, és akkor, akkor rájövünk arra, hogy Svájcban a a, 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 magyar 5 forintos az pont ugyanakkora, mint a svájci egy frankos. Igen. És akkor ezzel nagyon, nagyon jókat lehet okoskodni. És a következő évi túrán, ugye egy 20 felszerelés táska, egy 5 forintos felszerelés táska, egy évig mindenki 5 forintos gyűjtött. Hát ezért az nagyon nagy dolog volt, egy, 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 egy banti csoki, egy, egy mars csoki. 20-es nélkül 20 esnél, esnél, lett volna meg. Hát én nem tudom, hogy Svájsz. kinek mi volt, meg 86, 86-87-ben, 13 4 éves gyerekként, két éves gyerek, tehát azért azt gondolom, hogy azért az, az, nem volt nagyon jellemző, és akkor utána jött az, hogy 89, akkor volt, ami 14 éves, akkor jött az első kubai edzőtábor. 3 hét, emlékszem, hogy Prágán keresztül mentünk, Rágában szakadó is volt, de szakadt elképesztő milyen hó. De Kubában ilyen már nem volt. Igen, de még leszálltunk Montreába először, és az, a, az, az első legnagyobb megdöbbenésem, amikor kimentünk a, a váróba, kiszálltunk, azért arra sem hogy locsolták a gépnek a szárnyát, hogy akkor hó volt Montreába, és, és megütött az a, az a az a, az, az árumennyiség, az a fény, az a pompa, ami manapság nyilván normális, ha egy ember belép egy repülőtérnek a várott, vagy, vagy a, belső részét. De akkor 14 évesként az annyira megütött, és álltam, és néztem, hogy úristen, ez micsoda, hogy ilyen van, ez most, ez most, ez most mi? Ez, 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 ez határozottan megvan, ahogy belépek, és látom ezt a hatalmas teret, fény, csillogás, csomó nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon flash volt. Szó szerint. Ugorodtuk és, akkor, onna, és akkor onnan, onnan, jött Kuba, amikor leszálltunk, és február végén, hogy atya úristen, 14 évesen itt vagyok Kubába, már februárban, egy hónapban visszamentem az általános iskolába, csoki barnaként, és azt a veled mi van. Éget erről a horkai Gyuri éknes jönnek, akinek <gül> kevés <gül> sem volt, arra nagyon jól emlékszem a lihegő bokrokra, meg a különböző eh, száradni kirakó ruhadarabokra, amelyek másodpercek alatt eltűntek. <laughs> Más-másokból a két történet. Uh, az ugrás az arra vonatkozik, hogy uh, így utólag beleértve, hogy most is uh, a sport teszi ki az életedet, csak más, más vonatkozásban. Anyagilag, egy mennyire, tehát a te számodra anyagilag mit jelentett? Te nem vagy olimpiai bajnok, igen, 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 igen. egy sor olyan juttatásban nincs részed, ami egyébként egy olimpiai aranyéremmel együtt jár. A te legjobb eredményed? A világbajnoki bronz kettő darab. Igen, nyilván, tehát most a, ha azt mondjuk, hogy igen, ez a két darab világban, a világban, ami bronz, akkor nincs. Az nem, az nem olimpiai bronz, az egy másik. Értékelve, én most azt kérdezem, csak éppen a, a gyerekkor csillogás, mert ugye az, hogy végül is valaki mit választ, abban nagyon sokszor szerepet játszik az is, hogy ez milyen e, anyagiakkal jár együtt. Én ezt most nem kötöttem össze, tehát nem, csak az ötlet van innen. Nem gondolom, hogy, én nem szoktam megbánni semmit. Tehát ha visszagondolok a pályafutásomra, nincs bennem hiányérzet. Persze, igen, jó lett volna így utólag azt mondom, hogy az a két VB bronz, az a két olimpiai bronz. Nem, nincs különbség. Én most kizárólag a pénzről beszélek. Nekem nincs ez probléma. Én azt gondolom, hogy most úgy, 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 én a helyemen vagyok, és a helyemen voltam. Tehát én, ez egy, én nagyon jó közösséghez tartoztam, én azt a, azt a szemléletet e, e, próbálom végigvinni, e, amit, amit, az akkori, mondanám, hogy edzők, de, de, de jobban szeretem azt a szót, hogy tanítók. Mert ők, ők még tanítók voltak. Tehát ők még, én azt gondolom, hogy tanítottak nagyon-nagyon e, e, olyan sok mindent, olyan dolgokat, amit, ami, ami nem csak az úszáshoz, hanem az élethez szükséges. Tehát olyan közösséget alkottunk, és nekem a mai napig onnan vannak barátságaim. 40 éves barátságaim vannak onnan, az úszodából. Ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. A mai életben. A barátság, kötődés, valami ez. Lehet is mondani? Persze, például Magyar Vígy Zoltán Kós Hubertnek az edzőjét. Több, mint 40 éve ismerjük egymást, is barátok vagyunk. És ezek a szó klasszikus értelmében barátságok. Pontosan, igen. Pontosan. Tehát keressük egymást, beszélünk, járunk, világba járunk, Attila napot tartani minden évben, többen, de mond, mondhatnám így Virt is, aki szintén bár nem olyan régi, mert ugye későbbi. De hát megvannak mi mindig, meg olyanok, akik, mondhatom a nevét is, de, de nyilván nem maradtak az úszósportban, is nem. Miért egy gyorsúszás lett? Miért egy gyorsúszás? Hát amikor én, ugye mondom, 89-ről beszélünk, ugye meg volt Kuba, 91-be kerültem ki az első a 90-ben voltam IBV-n, ifjúsági barátságversenyen, ugye ez még akkor még a, volt ilyen. Akkor még volt ilyen, ugye a, a szocialista országoknak a, megméretetése megmérettetése volt. Utána jött 91 már egy ifjúsági Európa bajnokság Antwerpen. Sikerült, ahogy sikerült, nem éreztem olyan komfortosan magam, emlékszem rá, aztán hogy a, a a válogatott felkészült Barcelonára 92-ben, és én még kicsi voltam ez, és én akkor Széles Nanyi kerültem, és hát csinált belőlem egy ifjúsági Európa bajnokot. Nyolcas pályáról, 200 vegyesen. Aztán, ö, hát ugye akkor még elég sok vegyes úszó volt Magyarországon. Darnyi Tamás, Cene Attila, ugye még mondjuk az, hogy Szabó Zsó is ö, úszott vegyesen. Úgyhogy ö, az öreg átrakott engem 200-400 gyorsan. Ami bődölt, rettenetesen utáltam. Szörnyű volt. Szörnyű volt, viszont egy olyan állóképességet adott, ami, ami a későbbiekben gyakorlatilag valahogy mindig tudtam nyúlni, és mindig emlékezett a testem arra az írgalmatlan mennyiségű melóra, amit, amit, amit akkor beletettem. Tehát nekem, nekem a 100 gyorson a visszajövő ötvenem, tehát a második ötvenem, az gyakorlatilag a, a, a legjobbak között volt mindig. És ezért az nagyon nagy dolog, amikor érzed, hogy én, én sokkal jobban szeretem üldöző lenni, mint, mint akire jönnek rá. Azt nem nagyon szeretem. Én azt, akiről lehet rámenni, és menni, és látom, hogy ott van, és, és meg lehet enni. Ez, ez, a, ez, ez a pályafutásom során ez végig elkísért, ez, a, ez, a, ez az alap. Ez bennem volt, és a testem mindig tudta, hogy, hogy ez a második ötven annak jönnie kell. Mi volt a hajtóerő? Ugye voltak már itt olyan vendégek, akinek a fülébe gyerekkorukba belerakták az olimpiát, és ez volt a non plus ultra. Raktak-e bármit is a te füledbe, vagy nem. semmit? Nem, De nem foglalkoztam én ezzel, csináltam a dolgom. Nyerni, versenyezni. A, a, a versenyezni, ezt nagyon szerettem. Edzeni nem. Talán lehet, hogy az életem sprinter, kicsit lusta, lusta, voltam. Miért a de, nem edzenek? Hát ö, teljesen más, hogy dolgoznak, mint egy közép hosszú távú szó, illetve igen, más, más, másfajta mellót csinálnak, és mondjuk egy, egy verseny közelettével már mondjuk egy másfél héttel előtte mindenről tudunk beszélgetni, még minden csinál, de már az úszás kevésbé. Tehát nagyon pici, nagyon minimális, csak hogy a testem a kezem fogja. Ó, oh, mind, mindig az adott, mindig az adott ö, következő év volt mindig a cél. Az EB, a VB, az olimpia. Ugye azt ezért tudni kell, hogy nekünk a 90-98-ig nekünk ugyanúgy négy évente volt világbajnokságunk, mint olimpia. Uh -huh. 2001-től fordult meg, és most már, most már, már, már nem is tudom, hogy mi, minden, már minden van. Tehát már rövid pályás EB, VB, olimpia, EB, hosszú, össze-vissza már minden, is itt a Covid miatt már minden átfordult, úgyhogy hogy akkor még nagyon-nagyon még kevés verseny volt és euh, én, ezt, én ezt nem nagyon szerettem. Most látom, hogy, most most hát, hogy nagyon kevés volt a verseny, nagyon kevés versenyre jártunk. Tehát ugye, a, ahogy, ahogy dolgoztunk, ö, ö, minden év végén volt egy főverseny. Egy VB, egy EB, vagy egy olimpia. Az volt a fő cél. Szeptemberre elkezdtük a, a melót, év végén volt mindig egy verseny, egy főverseny, egy nagy verseny majd tavasszal, március, áprilisban is volt egy főverseny. között eljártunk egy-két olyan versenyre, ami éppen be, de ahhoz képest, ami most van, tehát mi minimális versenyekre jártunk. A világbajnokság Róma 94. harmadik hely, Európa bajnokság Bécs 95. második hely, világbajnokság Pörsz 98. harmadik hely. Minek a függvényében egyén és minek a függvényében csapat? Szerintem, legalábbis az én véleményem az az, hogy egy egyéni sportoló az nagyon-nagyon szeret, illetve legalábbis nagyon-nagyon szerettem csapatban versenyezni. Tehát amikor, mindig ugye a váltóversenyek a végén, a, a, a nagy versenyek végén volt Igen. az utolsó napom. És akkor megvan, megvan az egyéni, lehúztad az egyéni számot, vagy így, vagy úgy. de A váltó az mindig, mindig hozott egy olyan pluszt, ami, ami amikor a másik három emberért is úszol, az egy, az, egy, az egy óriási, óriási élmény volt. De az eredmények is inkább abba jöttek? Ö, igen. Igen, hát most, a, ha most az éremről beszélünk, akkor igen, de 2001-ben, én mondtam, az ötödik leggyorsabb úszó a világon, tehát nálam csak négyen voltak gyorsabbak, és mind négy olimpiai bajnok volt már előtte. Száz gyorsan, mondjuk a száz gyorsan, az, azt mondjuk, a futásról beszélünk, nagyjából, hogyha most Atlétikához próbáljuk viszonyítani, azért száz gyorsan mindenki kíváncsi. Az atlétikában is a százsék futás, ez még ha nem is nézi valaki az atlétikát, de azért az hát, futás. tudom, hogy te 20 először 50 en belül? 50 másodpercen belül, igen, 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 igen. igen. Én osztam először. És, és mi nem lettél aztán harmadik, második, első? Min múlott? Sűrű. Ez nagyon-nagyon sűrű, ez a mezony. Ez, ez uh, uh, gyakorlatilag itt, itt uh, egy tizeden belül bejöhet három-négy ember. Egy tized, nem? És másodpercről beszélünk. Nem egy tizedről. Nagyon-nagyon sűrű. Lehet, hogy ha a, 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 azt a gyorsot a következő nap, lehet, hogy teljesen más a sorrend. Ami, ami úgy úgy picit hiányzik, jó lett volna egy olimpia döntőt úszni sydney az olimpián, akkor kilencedik voltam, és én voltam, hogy az első tartalék, három századra voltam a döntőtől. Ami annyit jelent, hogy ugye a következő, meg voltam a, a az előfutam is azt jelenti, hogy akkor a következő időszakot végigcsináltam úgy, levezetés, bemelegítés, leborotválkozás, bemaszírozás, felkészítés, bemelegítés. oda mentem én is, ugye? A leborotválkozásnak ekkora jelentősége van? Igen, igen, igen. Nem a szőr, hanem a felső hámlétek, hogy eltűnjön, mert akkor egy rendkívül csúszos felület ö jelentkezik. És nagyon-nagyon jó érzés. Ezt javaslom, próbáld ki. <laughs> <há> 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 és és végigcsináltam mindent, hogy én most beálljak egy döntő, mert ugye én voltam az első tartalék. Tehát lehet, hogyha valaki, nem tudom, fél, rosszul lép, eltörje a bokáját, akkor én állok be. Megváltam, bement a nyolc ember a döntőbe, és akkor azt Köszönöm. Jó, ez a Sydney megadja a lehetőséget arra, hogy az egyik fő témáról, nem mintha többi le lenne értékelve, az edzőkről beszélgessünk. Te miért hagytad ott Szécsi hiszen ott egyebek között ugye az volt a gond Szidni-ben, hogy Gyertyánfi Tamás nem tarthatott veletek, Igen. és ugye annak az volt az érdekesség, hogy nem sokkal előtte tavasszal hagytad ott uh, Szicsi Tamás, és én azt olvastam, hogy uh, nem is akartál vele edzeni már azt követően, hogy a Gyertyánfi tanítványa lettél. De még mielőtt ide eljutnánk, még nem vagyunk ott, miért hagytad ott? Ez 99 uh, nyarán vetődött fel, egy uh, nem túl jól sikerült isztambuli-európa-vajnokság után. Hány év után? Hány év után? Mm, 90, 93 ba kerültem én föl, ugye a Barcelona után kerültem én föl a, az öreghez. Az hat év, az nem igen, kevés. Igen, nem kevés, nem kevés. Uh, azt tudni kell, hogy én nem először 50 másodpercen belül. Azt tudni kell, hogy itthon a, akkoriban a sprint szakma. Az nem volt egy nagy Az nagyon-nagyon nem volt. De miért nézte le a Szécsi a sprint számokat? E, nagy volt a -e veszíteni valami. Mint ahogy mondtam, egy tizeden belül bejön három ember. Tehát ott... tipikus eset. Tehát... De itt az aranyérmek kellettek. Tehát azért te is tudod, hogy jól szükség van aranyérmek, mert olimpián. Olimpiáról. De létezik, hogy a Szécsének fontosabb volt az aranyére, mint neked? Az ország. Az ország. Te ennek akkor tudatában voltál, nem voltál, érdekelt, nem érdekelt? Nem, én, 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 én azt, azt, tudtam, és azt éreztem, hogy én, nekem nincs, tehát nem, ért, nem, 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 ért, nem ért a sprinthez igazából Magyarországon senki, azt hagyjam, hogy nem ért senki, de nem tudok kivel készülni. Mi az, az, hogy nem ért le... hozzá senki? Ez Mit jelent magyarul? Mire le lett volna szükséged, amit nem kaptál? Egy meg? teljesen másfajta edzés, edzés Honnan érzékeli a sportoló, hogy az edzője ehhez nem ért? Hát, azt gondolom, hogy azért az nem feltétlenül jó, hogy mondjuk van egy feladat a közép és hosszú távú, most mondok egy feladatot, 4 x az egy sprinternek az úgy néz ki, hogy 2 x ez nem, ez nem lehet. Tehát én, de hát, mit érzékel? Hogy ez nem jó. Hogy ez biztos, hogy nem jó. Tehát azért nyilván akkor más volt a, a, az internet, a kevésbé lehetett azért annyira kutakodni, mint Igen. ugye manapság, de azért de azért az ember találkozik ö, ö, versenyeken ö, ö, külföldi sportolókkal, és azért beszélget, kommunikál, és hogy ki hogy mit csinál, és azért hogy elmondja mindenki, hogy ez így, az úgy. Tehát. És a Szécsének akkora nyomatéka volt, hogy miatta más edzők sem értettek a sprint számokhoz? Vagy ez a Szécsitől független Most ez, volt. ez független, tehát ott 90-es évekről beszélünk. Az egy másik rendszer. Ugye volt férfi szakák, volt női szakák. Szécsét Tamás, Kis Tehát nagyjából, hogyha te ott akartál lenni, jó voltál, és tudtad, hogy jó vagy, és az edzők is tudták, hogy jó vagy, és te a placon akartál lenni, ott akartál lenni a válogatottba. akkor vagy szécsi, vagy Kislaci. Ez a két fellegvár volt. Ezen kívül voltak még egy-két magánzók, de ez nem nagyon volt jellemző. Ez nem nagyon volt jellemző, hogy hogy máshol is ö, ö, labdába tudtak rúgni versenyzők. Más műhelyekből. Most már nyilván teljesen más a történet. De ők le is nézték a sprint számokat? Nem, nem nem foglalkoztak vele. Nem foglalkoztak vele. Mindazonáltal, hogy nem foglalkozott nagyon senki vele. Nem tudtam, kivel készülni. Tehát az, hogy, hogy én kivel nyulaztam a, a, a közép és hosszú Tehát, hogy Hát, hogy elengedem őket, és én rájuk indulok, és fogom Á, meg. Megfogom. Ez a <gül> <gül> igen, igen. Tehát az nem normális, hogy én egy ö, ö, felnőtt Magyarországos bajnokságot másfél-két másodpercen gyerek száz gyorsan évek folyamán. Azért, hogyha most 50 másodpercet úszik valaki száz gyorsan, az két méter per szekundum. Tehát egy másodpercet velek, verek valakire száz gyorsan, az azt jelenti, hogy, hogy jó, egy testhosszal elmentem. Ez, ez, ez bárkivel nem... meg lehetett hozzónak osztani, vagy senkivel? Mert senki mint, hogy... nem érde. Tehát az, ami akkor téged... Ja, ez, ez a var, Nem igazán. Ezzel te tulajdonképpen úgy éltél együtt, mint a vízzel, hogy ez már így marad? Nagyjából igen, nagyjából igen. Ez az élet, amit te ekkor éltél, beleértve, vagy ez a gondod volt, mennyire élvezted azt, hogy úszol? Mennyire volt élvezet ez akkor már imára, nem 11 évesen, Velencén táborban? Mint e ahogy mondtam, hogy már megnéztem a pár beszélgetését és a Gabi is elmondta, hogy katonák voltunk, tehát mi katonák vagyunk, tényleg. Tehát azt mondják, hogy csinálják, ennek nem, ennek nem, most nem azért vezeti ne, nem vezeti Nem csinál. olyan benyomást, mint hogyha katona lennél. Leszereltél? <goda> <goda> Jó, lehet, hogy igen. azért kell óvatal bánni, mert a Szabó Gabinak a leszerelése az egy nagyon nehéz hosszú, hosszú Folyamat. De annyira hosszú, hogy még nem is fejeződött be. Te, nem, te úgy nézel ki, mint egy obszitos. Beleértve, <goda> hogy az ember azt se biztos, hogy mondaná, hogy úsz, azt mondaná, hogy egy jó kötésű pali. Nem, mint hogyha egyébként bárkiről ránézésre meg lehetne állapítani, de te most nem nézel ki katonán. De lehet, hogy sosem néztél. nem tudom. Nem tudom, picit lehet, hogy igen, mindig kilogtam a sorból, és mondjuk egyébként az öreg, talán a Szécsi beszélünk, én mindig egy picit volt, nem azt mondom, hogy mindig mondtam valamit, mindig úgy éreztem, hogy ha kikívánkozik némi igazságérzet, és én ezt mindig mondtam az öregnek, és mondtam, hogy őszinte vagyok. Tehát én ezt az öregnek is elmondtam, és sohasz, hogy az öreg ezért kedvelt. Ugyan ezért utálhatott is volna, és kerülhettem volna Mind munkába. Ezt nem, nem tudom. Dolgoztam, tehát katona voltam, szóltam? amit kellett. Nem, nem beszólás, mert okay, ez, ez rosszul szól, mert mi, okay, nem voltam tiszteletlen. Én sosem mertem volna okay, megtenni. Mennyiben voltál katona? Azt, hogy megcsináltam a feladatokat, amit kirottak, azt megcsináltam ahol lehetett, azért kummantottam. Tehát lusta, lusta, voltam, mindig is, de, de ha jó, ha, ha, valami olyan feladat volt, ami nem tetszett, én azért azt elmondtam, megjegyeztem. Jó, mit kezdjünk azzal, majd utólag megmondott, hogy fontos, hogy kimondta, Uh, ugye Szécséről azt mondja XY, aki férfi, amikor megéreztük a dezodorának vagy a cigarettájának az illetet a kásiban, hogy jön fel a lépcsőn a medencéhez, már egészen máshogyan úsztunk, volt, aki tahikardiális rohamot kapva mozgatta a kezét, hirtelen mindenki jobban úszott, mindenkire tudott hatni, kire jobban, kire kevésbé, akire kevésbé lapátra teste, esetleg elment, akire hatott, mert jó médium volt, nem foglalkozott azzal, hogy emberszámba sem veszik, helyenként megalázzák, gulág, gulág volt akkor a komolyádiban, nem szépítem. Majd később azt mondja, nem fizikai erőszak volt, hanem verbális is. Nemrég még olimpián is megalázták az edzők, az úszókat. Ezt már annak kapcsán mondja az illető, hogy hogy változott a világ. Áramiszkölni. Parfüm. Igen? Áramisz, igen. <laughs> Igen. Ez tényleg így volt. Ez abszolút így volt. Tehát ahogy megéreztük, és vagy de aztán ugye, mikor már azt hiszem, hogy már velünk dolgozott, már nem dohányzott. De... Ugye, ez a gulág, ez nagyon durva. Nem tudom, én azért annyira nem értem. Fontos, hogy ki mondta? Nem. Nem is érdekel? Nem. Jó, rendben. Abszolút nem. Jó. Nem. Ö... Ő, ugye, én jártam egyetemre, esztétikaszak, ahány könyv, annyi olvasat. Rá így hatott. Lehet, hogy rád nem így hatott, de a gulág az nagyon durva. Tehát azért a gulág az olyan, amiről az ember azt feltételezné, hogy valaki azt mondja, hogy egy gulág, a másik meg azt mondja, hogy nem gulág, ráadásul egy olimpiai bajnokról van szó, az kevésbé valószínű, persze az ember lehet megengedő. Miért akarjon az ember egy gulágra járni? Miért akarjon az ember egy gulágon katona lenni? Bár ez már szó képzavar. Mm. Neked azt jó, neked nem. Nekem gulákban? Jó, nekem volt. Én nem éreztem annyira gulágnak. Tehát én, Mennyire akik... én érezted katonaságnak? Hát az a katonaság az, az gyenge ez ki, szerintem pár nem voltam katona. De én azt mondom, hogy igen, tehát hogy, tehát, hogy ez az, miért azért ez volt egy... jó katonának lenni a komolyban? Ot... Adott... Akikkel, akikkel edzettem, az egy nagyon jó brigád volt. És itt gondolok. És, és nekem azért volt szerencsém, hogy én, én három generációval végigmelosztam. Én három generációval tulajdonképpen változtam együtt világversenyen. azért ez nagyon nagy dolog. Tehát én ugyanúgy változtam, meg edzettem ö, ö, Dajstomival, edzettem Darnyival, edzettem saját generációval, Cene Attila, Rózsa Norvát, Norvát Peti, de edzettem Cselacival, Gyurta Danival, versenyeztem, változtam Cselacival. Tehát, hogy én nekem megadatott három generációval, akivel végig ö, 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 melóztam, versenyeztem, küzdöttünk, hajtottunk, meghaltunk, örültünk, boldogok voltunk, szomorúak voltunk. Ez egy, ez egy, ez egy hosszú folyamat volt, és az nekem hosszú ideig megadatottam a, 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 a magas a sport. Hál' Istennek, az itt a, 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 a versenyzési része. Hat év Na, nem, miért hajtad ott? Mert ö, nem éreztem már ö, erőt abban, hogy ez. Ez, ez, fog javulni ez a száz gyors. Más kellett. Másfajta edzésmunka, másfajta közeg. Hogy történt? Hogy történt? Oda mentünk Tamás és elmondtuk. A tegba. Igen, mert a fülessel mentünk, Horváth mentünk ketten. Könnyebb? lesz? Hogy ketten ment? Igen. Nem, ma egyedül is elmondtam volna, nem igazán. Nem, sokkal jobban szeretem, ha fölösleges küldözgetni, meg ez van, ez történt. Jól van, menjetek. Ennyi? Hát szerintem, mert nem nagyon emlékszem rá, de szerintem nem volt benne túl sok bariából, pedig azért az öreg tudott beszélni. És a Gyertyánfihoz való út az, hogy vezetett vissza? Ő mindenféle korosztályjal foglalkozott? Ö, ott, ö, ahova mi mentünk. Hát aki elmentetek a, a Tamás csípés után. Mármint, hogy a Tamás sokféle korosztályjal foglalkozott. Mármint a Gertjef. Nem, a Gertjef figyelem. Igen, hát ő, ő azt tudni kell, hogy a Szöulba ő volt, ö, ö, ugye a Darnyékkal, ö, ö, meg a Joeékkal. A, a És akkor ő utána ment ki Olaszországba egyzősködni. És ö, ott ö, leginkább korosztályos versenyzőkkel dolgozott. Megkerestük, ugye nekem nevelőedzőm volt, és azt mondta, hogy igen. És mondta, hogy látta, hogy hozom gyorsan, és hát ebben még van <laughs> jó sok, úgyhogy, úgyhogy, kimentünk, és egy teljesen másfajta edzésmunkád van. Olaszországban? Igen, 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 gardató. Mennyi időre? Hát majdnem egy négy évet mi voltunk. Az egy effektív kintélést jelentett? Konkrétan kintélést jelentett, igen. Igen, igen, igen. Nagyon szép időszak vagy, hogy hát maga a helyszín, ugye nem kell bemutatni szerintem meg, meg az, a, az a felszabadulás az a teljesen másfajta munka a, megszűnt a, a az az áramiszos ö, ö, reflex tehát ezek a feszültségek ami azért valamilyen szinten Ahhoz adódtak valamilyen klub, igen, azért adottak a... ugye hogy jön az öreg úristen az, tehát, hogy ezért ez ne elmondanám gulágnak persze mindenki máshogy éli meg nyilván de nem volt egyszerű. De azért arról is az sem mindegy, hogy most melyik generációnak a tagja volt. Mert akik ö, fölöttünk lévő generáció, az már azt mondták, hogy a, ah, az öreg már, már nálunk már hagyjuk már, tehát már vicc. Akik a fölöttünk lévő generáció fölött voltak, az azt mondják, hogy a, az alattuk lévő generációnak mondják azt, hogy ha már, az öreg már teljesen. Jó, az olaszországi státuszkót azt mit teremtette meg? Tehát, hogy egy klubhoz tartozott. Egy klubhoz tartoztunk, igen, és hát az elején úgy mentünk ki. Négy 90... év, az megint csak egy hosszú periódus. Igen, igen, igen. Tehát 99. szeptember-októberében úgy mentünk ki, hogy béreltünk magunknak mindent, saját magunknak fizettünk mindent. Sőt, én egy kicsit két, később mentem, mentem ki, mert pont beteg lettem, de gyakorlatilag november végén már kint voltam, és Szidnire már ö, márciusi olasz bajnokságon én már szintet úsztam Száz gyorsan. Szidnében a négy évben hol helyezkedik el? Ebben a négy 99, 99 után, tehát Nem, gyakorlatilag az első, első, évben már. Az első évben. Jó, igen, igen, igen. Magyarul, igen. hogy Szidni után visszatérés gyertyán fihoz. Szintén. Nem. Tehát 99-ben mentünk ki, és én már a, a é, Tamással úsztam meg a értem, a de szinten. közben ugye az történik, hogy az ott egy eléggé nemtelen történetnek tűnik, amikor a Szécsi hirtelen úgy dönt, hogy ő mégis kimegy, és ez pont a Gyertyánfi repülőjegyébe kerül. Ez hogy a pitlibe volt? Hát ez egy, ez egy, igen, ez egy, ez egy ennél kacifántosabb volt, mint mert az öreg egyébként is jött volna. Ott, ott Akkor ez a verzió, ez egy szépítés? Hogy az öreg jött ki helyette? Nem. Hát, hogy a, igen, hogy a gyertyelfi repülőjegye az ezen Nem, múlva. mert az öreg, 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 jött volna ki egyébként is. Tehát ez nem kérdés, hogy a, az öreg a rózsa miatt jött ki, rózsa miatt. Igen. Igen. De akkor a egy gyert, gyertyelfi... Hogy ott volt, vagy, igen, tehát ott e, akkor ezt egy kicsit megvariálták úgy szerintem, szerintem szándékosan, hogy, hogy a Tamás ne tudjon kijönni. És a, Valószínűleg én azért azt gondolom, hogy a Tamás kijött volna, az a négy század meg lett volna. És én így... csak idézni tudom neked az akkori origo Azt írja Szécsi Tamás váratlan utazási szándéka után az edző közül Gyertyánfi maradt ki a csapatból. Akkor ezek szerint többet tudsz, mint amit az Origo tudott akkor. Én azért, Vagy azt gond... én azért azt gondolom, hogy a, 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 a Szécsi a Rózsa Norbi miatt mindenfekiben kijött volna. Tehát, hogy azért, ez nem De a Gyertyánfira miért pikkeltek? Ezért most azért most az ő 90-es évek végén ugye mi elhagytuk az öreget, tehát ezért ez egy nagyon extra dolog. Jó, tehát akkor ez mégse, tehát, tehát amikor azt mondtad, e... hogy mit szólt hozzá, akkor ezt a gyertyánfim vertek. Nem, nem, ne, most nem a, a, a szécséről beszélek, hanem mondjuk a, az akkori 20. vezetéséről beszélek. Tehát ezért ez nem volt olyan, olyan ö, ö, hétköznapi dolog, hogy Magyarországról a Szécsitől, vagy akár mondjuk a Kislacitól, bárkitől, tehát valaki fogja magát és elmegy külföldre edzeni, tehát ez egy, ez egy, ez egy akkor egy nagyon extra dolog volt. Ez tehát. már gyárfás? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez akkor nem tetszett. Árulj el, Zubor úr. Mennyire kell jóba lenni az embernek az edzőivel, mennyire kell jóba lenni az embernek a szövetség embereivel, és akkor azt természetesen vonatkoztassuk rád, akinek ugye olyan a létezése, mint amit az emberek itt nagyjából érzékelhetnek, de attól még persze lehető így, az nem kell, egy feltétlenül tetszen a vezetésnek. Hát a, a Széchi mondta pont mindig, hogy, hogy egy jegyző versenyző kapcsolat az, az teljesen más, mint bármilyen kapcsolat. Teljesen más, mint egy házasság, teljesen más, mint egy egy egy, egy ügyvéd, és egy, egy, más, egy, és milyen? A, itt, itt, itt mindig egy a cél és egy az út minden más kapcsolatban lehet más a cél lehet más az út itt mindig úgy, itt mindig ö, stimmelnie kell ö, a, 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 a közös, közös ö, hogy mondjam a közös cél szentesíti az eszközt mi a közös cél mindig a, a mindig az, hogy jobbak legyünk a jobbak legyünk, vagy a győzelem? Hát ha én évről évre túl teljesítem saját magam, tehát ez azt jelenti, hogy eb ebben az évben, nem tudom, úsztam 50 másodpercet, a következő évben 49 -8 akkor én javultam. Az, hogy ez egy aranyra elég, vagy egy ezüstre, vagy egy bonzó, vagy csak egy tizedik helyre, Mi a egy dolog. a 49 vagy az ötödik hely, vagy a harmadik hely, vagy az első hely? Számomra? Neki. Az edzőnek. az, az edzőnek? Hát, én azt tudom mondani, hogy, hogy annak idején nagyon sokat változott a világ, hát ez most 90-es évektől kezdve, ma napig, ezt azért ezt tudjuk. Én, én azt gondolom, hogy annak idején ö, mi ragaszkodtunk az edzőz. Ma én azt láttam, hogy az edző ragaszkodik a versenyzőz. De én nem ezt kérdeztem. Akkor? Én azt kérdeztem, hogy az edzőnek mi számít jobban, hogy a tanítványa milyen időredményt úszik, vagy az, hogy hanyadik lesz ezzel a versenyem. Tudom. Ki ha, inkább... fejlődik, ha, fejlődik, a, 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 tanítványa, és látja a fejlődés, az tök mindegy, mire elég, ha fejlődik. De, ja, ha, egy, ezt... de ha, egy, ha egy rosszabb idővel nyer olimpiát, ki volt inkább katona, az úszó, vagy az edző? Volt-e nem, minden, volt -e nem katona edző? Hát, ö, igen. Volt? Azért volt, szerintem, igen. igen. A gyertyák végbe volt katona, igen, mint igen, a Széchenyi? Én azt gondolom, igen. Én azt gondolom, igen. Teljesen más, teljesen más élethelyzetet produkált a, sőt, nem élethelyzetet, teljesen más edzéshelyzeteket produkáltak az akkori munkáink. Tehát teljesen máshogy dolgoztunk teljesen más felfogásban Jó, de te, egy edzésben. Te magad azt mondtad, hogy az, a tehetség megtalálása mellett az edző a kulcs. Mihez? Hát hogy ez a kettő összefusson, az mindenféleképpen. Tehát a tehetség megtalálja az edzőt, illetve az edző megtalálja a tehetséget. És az még mindig nem jelenti azt, hogy ebből olimpiai bajnoki cím lesz. Hogyan teszi túl magát a, egy gyerek, mert a szószoros értelme egy gyerek azokon a sorlódásokon, ami egy edző és ők között van? Vagy a katonaság megoldja? Volt-e valahol olyan, hogy te panaszkodtál másnak? Volt-e valahol olyan, hogy más panaszkodott neked? De más, most, hogy nem tartom... Másnak az edzőmről? Igen. Tehát én panaszkodtam másnak az edzőmről? Igen, hogy akkor... Nem. Nem, az más, hogy a, a, a csapattársaimmal ezeket megbeszéljük. Tehát az egy másik idéző. de, azért az uszodák világa az egy eléggé ö, szűk történet. Tehát ott azért ugye összetudunk mi zárni nagyon komolyan. hogy. Van. Hát ti a magatok, de össze is zártatok, mert ha most visszamegyünk Szidnibe, ti arra se voltatok hajlandóak, hogy ha kivisznek benneteket, akkor egyébként a gyertyámfi nélkül a Szécsivel készüljetek, miközben néhány hónap alkurában még a Szécsivel készültetek. Hát azért már az majdnem egy év volt. Oké, okay. egy év volt. Oké, okay, egy év so... volt de, de, ezzel együtt nem voltatok rá hajlandó, ami Nem, azért... nem, ö, nem. Tehát az, ez nagyon, egy év az nagyon-nagyon sok idő az rettenetesen sok idő egy, egy, egy edzést. De edző nélkül kiutazni, annak volt jelentősége? Tehát is szívesebben utaztatok volna edzővel. Ahogy ne. Hát, sőt. Tehát én azt mondom, az hogy én, az... én, én ezt a négy századot, amiről lemaradtam az olimpiai döntőről száz gyorsan, én ezt annak a számlájára írom. Tehát, és azért azt, hogy, 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 hogy azért Szidni az nem itt van a szomszédban. Tehát a, a kiutazás az, az majdnem egy, egy másfél hét volt. Mert ugye, át, ugye az ó idően. Igen, az óra annyi, annyi nap minimum. Ugye azt mondod a Szécséről, ellentmondást nem tűrően tiszteltük, eszünkben nem jutott megkérdőjelezni. Manapság ez a fajta tisztelet elveszett. Egyrészt ez tisztelete, másrésztről mit jelent az, hogy ez elveszett? A tisztelet? Nem. Azt kérdezem, hogy ez biztos egy tisztelete? Tehát azt, azt gondolod, hogy ha ha valaki ennyire kemény és ennyire katona, az, az az nem egy tisztelet, hanem egy mondjuk egy félelem? Is. De nem nem nettó tisztelet. É, de én érzem, nem egy nem gondolkoztam. Tehát, Jó a, tisztel én, a tisztelet az egy az egy pozitív kategória. É, oké, És az, Tehát, hogy ez elveszett, sem... ez mit jelent? Mitől veszett el? Vagy hogy veszett el? Vagy megszűnt? Vagy kipuszták ma... alá ma Igen, a talajt? Manapság? Ma én, én megmondom, azt, hogy én, én kicsit úgy más, hogy látom most már a, 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 a dolgokat. Nyilván változik a világ, meg hát alkalmazkodunk a világhoz. Mi, mi azt gondolom, hogy sokkal jobban tiszteltük a, a, a való valóinkat, az idősebbeket, az eredményesebbeket. Tehát de már ott nincs ott nem szocializmus. De ez nem szocializmus, ez hierarchia. Az úszodában hierarchia működik, kőkemény. Ha idősebb vagy, ha eredményesebb és vagy. És ez is az... megszűnt? Hát talán már nincs akkora jelentés. De mit változott, ha változott? Nem tudom. Nem tudom. Hát most, is, most is az úszodában néz, csak egy másikban. Én ott meg is követelem. <laughs> Tehát fenn lehet, vannak olyan úszodák, ahol fel lehet tartani a hierarchiát, és van, ahol nem? Nem tudok másról nyilatkozni. Én, én, én szeretem azt a rendet, amikor, amikor, már csak minimálisan köszönünk egymásnak, megköszönjük a, a munkát, tisztelettel kérdezünk, tisztelettel kérünk. Nyilván ez oda-vissza működik. Ez én gyerekekkel foglalkozom. Ugye ezt mondtad évekkel ezelőtt, az éjszakban szükség van a hierarchiára. Um, ennek a hierarchiának a hiánya van például egyebek közben a világ történetében. Én Nézd, azért gondolok én a világ történetére, vagy azért gondolok a hosszú történetére. Mert a világ és a hosszú. Az én szememben annyiban e, rokonok, akik a sportsikereik révén e, abból a bizonyos hierarchiából, amiről te beszéltél, kikerültél és egyenlőbbek lettek az egyenlőknél, illetőleg olyan diktáló felekké váltak az eredményeik révén, amely a hierarchiában fölébe kerültek a sportvezetésnek. És ezt a sportvezetés eltűrt egészen addig, amíg eredményeik voltak. Egészen addig eltűrt, amíg eljárnak edzésekre, és később, amikor nem lettek eredményeik, és nem jártak el, nem jártak el edzésre, erről úgy feledkeztek meg, mintha nem ők tették volna ezt lehetővé. Ezt egészen addig megbeszéltem a sportvezetéssel, amik szóba álltak velem, később azonban már ezt nem tették, de korábban nem száfolták azt, amit mondtam. Nézd, én Milák Kristófa kapcsolatban én annyit tudok mondani, hogy ö, ö, én köszönöm szépen azokat a perceket, amiket ő adott nekem azzal, hogy olimpiai bajnok lett, világbajnok lett. És én ezzel én köszönöm szépen. De meg. téged az isten hát, az adta Akár a szécsivel való párhuzam kapcsán az, ahogy ő elbánt az edzőjével? Ez az ő kették dolga. Ez nekem Azt semmi közön nincs. Nagyon jól beszélsz. Egészen addig az ő dolgok, amíg ez nem kerül napvilágra. Vajon? Ami... De ettől miért, miért másnak a dolga? Ez a kettőjük dolga akkor is. Ezt ők, ők intézik se, Ez az ők, senki más köze nincsen hozzá. Amikor te vagy ti fölmondtatok a szétségnek, fölmondtatok? Igen. Az mikor jelent meg a sajtóban? Nem is érdekel. Tehát, hogy ez a része engem nem érdekel. ki ketten őszintén okay. lerendeztük az öreget. Rendben van, akkor ennyiben tegyük zárójelbe a milákot. Azt kérdezem tőled, hogy rád bármi is, ami egyébként a te megnyilatkozásaid. Mennyire gyakran nyilatkoztál meg te akkor? Mennyire voltál médiában? Hát akkor ugye a 90-es években azért ú, úgy voltam. Tehát ez a 100 gyors, ez mindig érdekes volt mindenkinek, független attól, hogy ez nem feltétlenül egy érmet jelentett. Fontos a 100 -e gyors, az... lenni a médiával? Jóba voltál-e a médiával? Én azt gondolom, jóba voltam. Tehát ha kérdeztek, válaszoltam, akkor is őszintén Tudod elmondtam -e a véleményemet. Nem neked olyanban, amiben ha csak magad lépsz fel a média nélkül, akkor ez nem sikerült volna. Ezt még egyszer? Tud, Tudott a segíteni? A média ereje átsegített valamin, amit a média nélkül nem érte volna el. Én azt állítom a tévedés minimális kockázatával, hogy a milák és a hosszú használták a médiát, és ez nem feltétlen se a média se az ő előnyükre. Értem, de azért azt a 90-es éveket, meg a mostani médiavilágot, az egy, az egy óriási különbség. Tehát ott akkor ez tudtál füld. a médiába ö, megjelenni, ha jött egy újságírás, kérdezett. Itt Előveszi a, a mobiltelefont a, a, az illető, és kirak valamit a közösségi médiára. Nem, ebben nem fog feled vitatkozni, csak attól még média. Média, úszás, úszás közben változik a Persze, idő. tehát nincs ez, én mindig, mindig próbáltam jóba lenni a sajtóval, természetesen rólam nem nagyon hoztak le olyan, olyan cikket, ami, ami negatívan hatott volna rám, én úgy emlékszem. Ez, ez, volt, ez, egy, ez, egy, ez, egy, sarkalatos rész volt, igen, a Sydney Olimpia előtt, hogy a Tamás nem hozták ki. Ez, ez, nagyon, nem, ez nagyon, nem, volt fel szerintem. Volt-e arra mód, hogy te ezügyben bárkinél is felszólaljál, vagy ha meg is tetted, ennek semmilyen jelentősége nem volt? Hát én megkerestük a sajtót ezzel kapcsolatban, de hát sok jelentősége nem volt igazából, csak kikerült a nyilvánosság elé. Fontos, hogy jobban lenne a sportvezetéssel? Persze, hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát közös a cél. Közös a cél. Sportvezetés is szeretné, hogy, hogy... De ezzel együtt a gyárfással ezek szerint azt nem sikerült elérni, hogy vigyék ki a, gyár, a, a De nem. volt erre valamiféle próbálkozás? Persze. Próbáltunk -e egyeztetni ez, ügyel, ez ügyben. Hogyne. Elég sokáig. A már idézett illető azt mondja, én elvétve jöttem mert el úgy az uszodából, hogy élveztem azt, amit előtte csináltam, bocsánat a vulgaritásért, de vérnyál és verejték keveréke volt velünk. Ez így igaz. Ez így igaz, is, hogy jön a kérdés, hogy ezen mit lehetett élvezni, nem, le nem, lehet élvezni, dolgozni, csináltuk a feladatot. Amikor abba hagytad, miért hagytad abba? Hát, mert én azt gondoltam, amikor volt ez 2006, ugye a budapesti EB már, már egy jó, jó helyszín volt, hogy ezt, ezt így méltóképpen lezárjam ezt a, ezt a, ezt a hosszú történetet. Budapesten egy utolsó fellépés. Hát, 31 éves voltam, már, már megvolt a, a második életem, tehát én már a, 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 előtte egy három éve már elkezdtem rendezgetni, hogy mi, mi, lesz a második életem. Mi volt a... ő? Hát én, én, tudtam, hogy, hogy, hogy én mindenféleképpen az úszásban szeretnék maradni. Tehát valamilyen szinten valahogy ö, az úszoda világ az, ami... Ennél is villanyszerelni, vagy mi, mi az, tudsz? Hát, hát, semmi, semmi, és szöget nem tudom bevenni a egyszer próbáltam fölfúrni egy függönyt, egy karnést, és átfúrtam a villanyvezetéket. Nem, ilyenek nem. De ne? vannak barátaim, akik ebben szívesen segítenek. Nem. Tehát én, 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 azt gondolom, hogy én ehhez értek, én, ezt, én is ezt szeretem, és nekem, nekem nem csak hogy hobbim, de és én csinálni én is elezem. tudod, és tanítani is tudod. Pontosan. Sőt, tanítom is. De edző vagy, vagy pedig? Nem, én tanítom, oktatom a gyerekeket úszni. Tehát ha adott esetben te volt fel valakinek a figyelmét arra, hogy ráérdemes lenne odafigyelni, és ez így is marad, nem fogsz változni, nem leszel edző. A versenyzés még mindig hiányzik, tehát a verseny, versenyvilága még, még mindig hiányzik, de, de nem. Tehát ez, 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 én, én, most én nem, nem, ér, nem, nem, látom azt, hogy ez, a, ez, az edzői élet nekem, nekem való lenne. Nem. Ez, ez ezért nagyon, én azt gondolom, hogy amit, amit én csinálok, amit mi csinálunk, az egy, az, egy, az egy, gyönyörű, az egy gyönyörű szakma, hatalmas felelősséggel. Az, amikor nem tudom, egy öt éves kisgyerek lejön és sírva jön le, hogy úristen meg kell tanulni úszni, és utána két hónap eltelik, és a mély vízbe már pozik egy hosszat, és boldogan mosolyog. Ez, szerintem a egy Alkalmazottként no vagy önállóan? Ez saját úszóiskolában, igen. Egy másik úszóval együtt? Vagy egyedül? Nem, 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 kolléganőimmel. De ők is úszók. Nem, már tanítanak. Kiség. De vissza, de nem, nem, voltak úszók. Nem, voltak úszók. Nem, voltak úszók. A Covid? Hogyan hatott? Hát igen, hogy, hogy, ment ez az úszóiskola? Hát nagyjából se, hogy Pihisba mi, mit, mit, csinál egy... egy... Mit a szél, ha nem fúj? Jó katonaként azt mondták, hogy maradjunk otthon, azonban otthon, otthon maradtunk. E... Semmit, hát vártuk a, vártuk a megoldást. Hát mint, mint rajtam kívül, szerintem nagyon-nagyon sokan ö, vártuk a megoldást. hogy Amikor te abbaistad 2006-ban, akkor abba, abban az évben volt-e bármi olyan anyagi tartalékod, ami egyébként az úszásból fakadt? Hát én azért már próbálgattam építeni a, a, a mondom a második életemet, hát én akkor. akkor tudtam, hogy úszásoktatás, már akkor elkezdtem úszásoktatással foglalkozni, már tanítottam gyerekeket úszni, amikor még úsztam, és én egy strandnak az üzemeltetésébe fogtam, ami most a helyén az atlétikai stadionban, és én azt üzemeltettem hat évig. Mellette működtettem az úszóiskolámat, úgyhogy víz. Víz. Tehát, Minden, Sivatagban nem találnád. Át. Nem, hiszem, de, nem, Nem, nem. A keresnék egy oázist. Hogy élted azt meg, és azt hiszem ez egy pontos fogalmazás, amikor különböző hullámokban, de egyre többször esett szó arról, hogy abban a hierarchikus világban, amiben te katona voltál, olyanokat is elkövettek, amiket egyébként nem lett volna szabad. Ezt hogy éltem meg? Igen. Árulásként élted-e meg azoktól, akik erről beszéltek, mondván, hogy amikor ez bekövetkezett, akkor ennek ekkora jelentőséget nem tulajdonítottak? Hát a... Mit kezdtél azzal, amikor a sajtó elkezdett kikezdeni edzőket különböző világtrendeknek, vagy konjunktúráknak felülve, vagy nem felülve, egy olyan múlt után, amely múltban egyébként azt nem lehetett volna megmondani, hogy pont abban az évben többet követtek volna el azokból az erőszakos cselekményekből, mint korábban. Tehát tulajdonképpen egy kívülálló, vagy éppen egy insider számára nagyon is érthetetlen és váratlan módon kezdtek ki embereket, miközben azok se előtte nem voltak mások, most az utánáról nem beszélek, de semmi olyasmi nem történt, ami egyébként indokolta volna, hogy egyik pillanatlan másikra nem kívánatos személyek váljanak. A... És ebből mégiscsak lett egy mm. elég jelentős Én muna. nézd, a, ahogy idéztél is, ö, azért a kapcsolatosan, Mi, ezt mindenki máshogy éli meg. Mindenki máshogy élte meg. Én is máshogy éltem ezt az egész ö, rendszert, ezt a 90-es éveket meg. Én nem, én saját magamon nem tapasztaltam olyat. Velem szemben nem követtek el olyat, ami, ami, ami nekem Jó, most azt mondja, az hogy elő kéne az 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 forzat, hogy otthon több pofont kaptál, mint a Szécsitől, abban benne van, hogy a Szécsitől is kaptál, és de azon hogy? nem találták kivetni valót. Nem, a helyén volt. Ahogy amikor édesapám, édesapám lekevert egyet, akkor tudtam, hogy ez miért van. És azt mondja, hát ez van. Ez volt az ára. Az öregtől is kaptam. 27 másodpercet késtünk. Azért miért? Pofon. Egy? A egyebek, tehát... Hol, a na túlérzé, tehát hogy mi lett a katonasságból, mondja egy zsoldos, vagy mondja egy, nem tudom, most nem szeretnék semmi pejoratívat mondani, tehát hogy, hogy azt fogod mondani, hogy ez nem a te világod, azt nem mondom, hogyan tekintsünk arra a világra, hogy pofum volt és papucs, és most meg jönnek a felszabadító seregek, szándékosan nem mondom, hogy melyik nemzet, mert bármelyiket mondanám rosszak, és olyasmit tesznek, amire én nem mondom, hogy te nem tartasz igényt, mert hiszen most már nem is abban a korban vagy, de te azokra nem, tart, nem úgy tartod azokat számon, mint gulág, így aztán, ha nem gulág, felszabadítani se lehet. Mégis nagyon sokan felszabadításként élik meg, mégis nagyon sokan felszabadítónak látják saját magukat. Mit kezdesz te azokkal az emberi jogi harcosokkal, akiknek a tevékenységére úgy tűnik, hogy te egyáltalán nem tartasz igényt? Tehát arra gondolsz, hogy most valaki megnyilvánult a 90-es évekkel kapcsolatban, kiborította a bilit, vagy megrázta a, a szekrényt, és kiestek a, a csontvázak. Én, az ember, én arról az emberről mit gondolok? Nem kell olyan messzire menni, hát a Turi esetében már egy időben történtek a dolgok. Nézd, ö, mondom, tehát mindenki máshogy éli meg ezt a gulágot, mint ahogy mondtad, nekem nem tűnt ez gulágnak, én így éltem meg. Attól még, aki ezt elmondta, ő így éltem meg, nekem attól még ő maradhat a barátom. Nekem akkor az, ő, az én vele lévő kapcsolatom ezen semmit nem változtat. Az, hogy neki ez kényelmetlen volt, nem volt jó. Komfortzónán kívül esett. És neki De most ez... a sportról beszélünk, vagy az edzőről? Nem, a sportról beszélünk. Neked edző sose volt barátod? De én mondhatom, hogy egy-egy a barátom volt, igen. Én most is a barátom. Természetesen. Ez, ez, ez a 90-es évek, ez egy nagyon, 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 nagyon nehéz időszak, és ez egy nagyon-nagyon kemény időszak, és azt mondom, hogy szerintem ahány versenyző mindegyik máshogy élte meg. De ott maradtunk és csináltuk. Igen, ugye azt mondja az újságcikk, mindegy, hogy honnan, vagy tanulmánya, a változás üteme talán mégsem volt elég gyors, amint a 90-es években egész, egész vagy Zubor eltűlt, a 2000-es években Csennél és Túri sorra elhagyó úszoknál, Bernek Péternél, Kozma Dominiknél, és talán a tőle legutóbb Tóki után távozó jelleg a Kazányi rövid pályás ebbén tartózkodó, és emiatt nem nyilatkozó késői ajnánál is kiverhette a biztosítékot. Mi lazult meg? 90-es évek meglazult, most a 2000-es évekre. Tehát nyilván az, az, a, fajta, az a fajta rendszer, az nem volt. De mi lazította Még... föl? Jöttek az amerikaiak, hát, az oroszok, hát, szerint az nem LMBTQ, a... csak szándékosan hülyeségeket mondok. E, e, Mit tűnt meg a hierarchia? Lehet, hogy lehet, hogy hülyeség, de most ez jutott eszembe. Jött a, jött a, a, a széles látószög, jött az internet, Jött, a, jött az a pillanat, amikor csak beütök valamit a Google-ba, és meg, tized másodpercek alatt ki az 50 találatot. Tehát ha, ha te meg akartál valamit tudni, te elmentél a Szabó Ervin könyvtárba, és megkeresed a könyvet. Ez mennyi idő volt? Nagyon hosszú. De most ez, most ez, olyan, annyi, annyi információ halmaz jön, be, és annyi lehetőség van. Tehát, mint mondtam, 90-es években volt cím. De, de nem mentél a Szabó Ervin könyvtárba, amiatt, hogy egyébként külföldön is pofoszkodnak, ez nem volt egy jó példa? Nem pofoszkodnak, kapnak-e pofont. De, de a tudásomat most sokkal könnyebb bővíteni. Csak az időt mint a, nézem, és azt Csak a tudásomat sokkal könnyebb bővíteni most, mint a 90-es években. De Időben. A, akkor szeretted volna megtudni, hogy más is kap-e papucsot? Nem, azt szerettem volna megtudni, hogy hogyan edzenek száz gyorsra. Igen, de hát ez nem a kettő, ez két teljesen különböző. De akkor búgat. ez nem foglalkoztatott. Tehát nem az volt a kérdés, hogy most... Kapott-e pofont a, a, nem tudom, a, a, nem tudom, Alexander Popov az edzőjétől, vagy nem, hanem azt szerettem volna megtudni, hogy a rajtja miért ilyen írgalmatlanul jó, mikor őt utolsónak ugrik el a rajt körül és fél akkor mégis miért erről lehet kevesebbet olvasni, és miért arról többet, hogy egyébként felnőtt sportolók hogyan jönnek rá, imáról az internet létezésében bőven belül arra, hogy ami velük történt, az tűrhetetlen, miközben korábban erre valamiért nem jöttek rá. Lehet, hogy ez érdekli jobban az embereket most már? Mit az, hogy valaki száz jóson úszik, -e? most már egy, 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 De ez, ez olyan, mint hogyha nyúl vinné a vadászpuskát, hát, tehát meg a csík húzná repülőt. Hát de az én időmben azért fontos volt a maga a sport. Most már sokkal fontosabb szerintem a, 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 ez, a, ez, a, ez, a ez a, ez a, a élet. Sokkal jobban érdekli szerintem az embereket, nem? Hogy De amik egy sportoló... a sportolókról beszélek. azt mondom, hogy a sportoló, ö, hogy csinál valami mást, ami, nem, ami éppen nem sport. De a sportoló számára lassan fontosabb lesz belekerülni egy valóság mint megnyerni az olimpiát. Bár egy olimpiai siker, vagy valamilyen siker kell ahhoz, hogy bekerüljön. Hogy bekerül, a, igen, bekerüljön, tehát igen, sorban. igen, 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 igen. Nem tudom. Más az értékrendszer, rettenetesen más az értékrendszer. De nem csak, hogy más az értékrendszer, hanem az értékrendszer duplázódik, vagy triplázódik, ami persze nem igaz, mert nem triplázódik, de párhuzamosan vannak értékrendszerek. Tehát amíg például az úszószövetség különböző tisztségeiben megválik e, e, Turi Györgytől e, az ismertvé vált módszerei miatt, a kőbányi SC kitart e, emellett, és kaphat bármilyen felszólítást, nem tántorodnak el, és ember legyen a talpán, sporthoz értő ember legyen, e, úszáshoz értő ember legyen, hogy el tudja dönteni, hogy kinek az érték hierarchiája a fontosabb, belért, hogy a kettő tarthatatlan. Ilyen korábban nem volt? Nem. Abszolút nem. Mit csináljon a fia, ha igazságot akart tenni? És a turimán nem beszél vele. Szerintem ne akarja el igazságot tenni. Tehát ez a mániám. Értem, igazad van. Igen. Igazad hogy nem akarok van, igazságot tenni, figyelj, ez ugyanolyan, hogy valaki hamarabb bugrika a medencébe. Akkor uh, azt kizárják? Kizárják. Hát akkor mégis az egyébként emberi szemmel, vagy valami elektronikus berendezéssel. <laughs> elektronikus berendezéssel természetesen. Emberi... De korá korábban még nem? Hát jóval korábban igen. még nem, igen, de hát már Na de hát, fel, hát akkor? Én. Igen, igen, igen az is az igazság. Ott volt egy jegyzőkönyv hamisítási botrány, én akkor kerültem igazán közel a gyárfáshoz, bár akkor is ismertük egymást, ugye én voltam napkeltés is, de ugye ott, ott is arról beszéltem, hogy ez a jótékony hazugság, ami a jegyzőkönyv hamisítási botránya volt összefüggő, és benne az tarthatatlan. Igen. De az, nem fér az, 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 ugye... az én szemléletem Igen. a sporttal? De az, az Lehet, hogy most egy jegyzőkönyv hamisításról beszélünk, de az egy, igen, az egy, az egy, az egy pozitív uh, hamisítási sztori volt, tehát azzal csak jobban... Uh, előrébb léptünk, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. De mégis halam. csak meg lett másít valami, igen. Mi a hiba velem? De nincs hiba velem, teljesen jó beszélgetés. De miért ne, keresek igazságot? Miért ne keresek igazságot? Ne igazságot? Mert az sok szemszögből lehet nézni. Az ne, nem biztos, hogy a te igazságod, az másnak az igazsága. Ezért szeretek beszélgetni annak a történetnek különböző szereplőivel. Akkor ez mindig maradjon így. Ne az igazságot keresd, kere beszélgess a szereplőkkel. De ide is azért találkozik emberek, hogy összerakja a mozaikot. És sikerül összerakni a mozaikat? a fejben jobban, mint a valóságban. Tehát ugye ahhoz, ahhoz egy bevallás kellene. Ugye a Kalambunál azért ott van a szubor, és azt mondom, hogy sok az uber egyszer csak megadja magát, és azt mondja, hogy ez egy kellemetlen fláta -e a fiala, de igaza van. <laughs> nem igaz, e, nem igaz. E, nem e, igaz ebben, nem. A for, ebben, A formában ritkán van ilyen sikerélményem. Tehát, vagy mint a háborúban, amikor leolvasom a másik honlokáról. <laughs> Mit gondoljak a Turi eh, eh, Cseh-László eh, konfliktusról? Hát nézd, e, most mit gondolsz? Én kettős leléptetéssel vagyok. Beleértve, hogy tegnap egy sportvezető, egy nagyon fontos sportvezető számomra elmagyarázta azt, amiről te is beszéltél, hogy ez süket, duma, nyerni kell. A többi nem számít. Katonaságról se beszélt. De nyerni kell. Ugye ezek az emberek nincsenek, nem írtak, tehát hogy semmilyen fizikai kényszer, nem alkalmaztak náluk, önként csinálják ezt. Ha én jövök, mint rabszolga felszabadító, akkor köszönjük szépen, nem akarnak rabszolgát felszabadítani. Tehát ne akarja ott rabszolgát felszabadítani, ahol nincs rabszolga, vagy ahol van rabszolgad, de az illető jól érzi magát benne. Ne legyek internet. Tudod mit? ezt most miattat találtam ki ne legyek én az, aki olyan szellemet visz valahova ami annak árt akkor is, ha igazam van egyáltalán lehet-e igazam de akkor megtaláltad az igazságot úgy érzed? az igazságot megtaláltam, és nem lehet vele sokszor semmi, semmi, és semmi és vele. De, de ettől még, te jól érzed magad akkor ha hát, jól érzem magam, az túlzás mert én sose érzem jól magam, de de, de. igen Azt mondja, hogy ha sikerül megtörni a versenyzőt, onnantól kezdve nem lesz önálló gondolata, vagy gondolkodás nélkül csak azt csinálja, amit mondanak neki. Nem szeretnék valakit így olimpiai aranyérmesként látni, amire a sportvezető azt mondja, egy fia, nekem fontosabb az, a többi a süket Sajnálom azt az embert, aki az olimpiai aranyáért cserébe Gondolattal kell. Én ez ezt, ezt szerintem egy erős duma, tehát én nem, nem gondolom azt, hogy egy, egy versenyzőnek nincsen, nincsenek gondolatai, tehát ez, ez, nem, ez nem igaz. Ezt, 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 én nem adom. Ilyen nincsen. Tehát gondolat nélkül, tehát az, hogy, hogy egy, egy 48-9 másodpercet én hogy építek föl, az egy, az egy irgalmatlan nagy mennyiségű meló. Lehet, hogy hülye hangzik, hogy ezen ezzel, ezzel gondolkozik, de ez nagyon-nagyon sok meló. Hogy, hogy azt, a, azt, a, azt a levegőt mikor vegyem, azt a karcsaba, a forduló után, hány delfint kell meg, hogy kell kijönnöm, ezek gondolatok. Ezek gondolatok. De beszélhetnék szerintem más sportolóval is ezzel kapcsolatban, hogy megnézzük, hogy vannak gondolataim, vannak gondolataim, ezt hogyan kell végigcsinálni. És most már igenis, szerintem akkor is, és most is foglalkozni kell a sportoló gondolataival, mert már én azt érzem, hogy már sokkal, mondjuk ha most úszásról beszélünk, hogy nagyjából most már minden más fontosabb, mint maga az úszás. Egy versenyző életében. Azt írja egy hajdan volt barátnőt, hogy a versenysport kemény, ezt mindenki tudja, a illetve ezt te mondod egy volt barátnőt könyve kapcsán, a versenysport kemény, ezt mindenki tudja, Értek, nem csak te mondod, ezt egy nyílt levél mondja, hogy most már harmadszor is pontosítsa magam, a teljesítmény kényszer nagy, és a múltban valóban elcsattant egy, -egy nevelő hatású pofon, ami talán helyén való volt, talán nem, egy azonban biztos fizikai terror nem létezett, és nem létezik ma sem ellentétben azzal, hogy olyan azt a médiában megjelentették, erre azt mondom, hogy ez a, ez a saját... Ez a saját nem, úgy, le nyílt levélben ez a Szepesi Nikolát igen. könyve kapcsán, amit te is aláírtál. Tehát uh, ennek következtében ez a te gondolatod is. Tehát én, én saját magam, én, ez a saját gondolatom, tehát én fizikai terrorba igazából, tehát én, én nem éreztem fizikai terrorba magam. Az, De ez ennyire subjektív szubjektív, hogy valaki abba, ugyanazt annak érzés, egy másik nem? Hát igen. Szerint, szerintem igen. Azért ott a gulágon valószínűleg nem volt olyan, aki ezt ne érezte volna a gulágon. Azért, azért, azért az, az is más, hogy én mondjuk volt voltam -e 92 kilós 190 centisen, én mástól félek, mint egy 50 kilós... 170, 170 centi magas hölgy mondjuk. Én ezt értem, de én hát más a Cselászlóról beszélek meg, akiről beszélek, úszó se volt olyan nagyon sovány, a Rózsa se volt olyan nagyon kicsi. Igen, de belül is mások vagyunk, tehát oké okay a külső, de belül is máshogy élünk meg, nagyon sok mindent. Tehát a, a, mi nem, te nem vagyunk egyformát, a gondolataink is másak a medencében. Tehát, Inkább tehát, arról veszek, hogy a medencén kívül, mert az sokkal jobban számít, hogy a medencén kívül mennyire mások medencében, azért egyszerre nem tartózkodtok úgy, hogy közben beszélni tudnátok a medencén kívül, akár még beszélgethetnétek is. hébe behoba, azért beszélünk, tehát megvitatunk gyorsan pár másodpercet Mi volt a De... baj a szepesi könyvével? Mi volt a baj ezt? Hát én azt gondolom, hogy. Mi, hogy Tizen, az a, a fura... évvel ezelőtt volt, az, azóta sokat változott a világ, de azért, a, 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 fura az, hogy, hogy mit beszéltem, azért az úszoda össze tud zárni, tehát hogy, 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 hogy azért tudod, az úszodám belüli eh, csapaton belüli dolgokról nem igazán beszélünk úgy nyilvánosan, hogy könyvet írunk belőle, és tehát tudod, az, ami, ami Montekállóban történt, Montekállóban is maradt. Vagy azban Las történt, Laszfagazból is marad. marad. De ez aztán már e... annyira nem működött, hogy Kislászló is belebukott. Hogy érted meg? Igazságtalanság történt? Én nem tudom, hogy akkor mi történt, hogy volt a felelősségre vonás. Ez nem az én. Az, ez ami, nem a az amikor az ő kivégzési sorozat történt, azt te hogy élted meg? Hiszen De, ez egy hosszú folyamat. Igen, van. igen, 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 igen. Ez azért egy elég nehéz elég dolog, hogy valakinek van egy hatalmas teljesítménye, és elkövetett egy hibát, és fiatal korában, amivel azt hiszem, hogy, hogy talán, talán meg is történt a, annak idején a a felelősségre vonása, hogy erről én ö, 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 külsősként ítéletet mondjak, nekem ez, ez, nem tisztem, és egyébként is nyilván szörnyű ez a történet, tehát hogy, 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 hogy ilyen nem, nem fordulhatna elő sosem, de, de mindazonáltal hogy olyan hatalmas teljesítményt mint tett le az asztalra, akkora dicsőséget hozott az országnak, hogy, hogy elképesztő. A, ez, egy, ez egy nagyon, nagyon... az mentes is, nagyon, nem, 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 szó sincs róla, tehát ilyen semmi nem mentesíti az embert. De hogy, hogy ezt így, így végignéz, ez, ez nagyon nehéz. Milyen volt nehéz. végignézni a gyárfás menesztését? Most nem a fenyőperről beszélek, ez két különböző dolog. Milyen volt végignézni? Hát. Hosszú Katinka és az ő küzdelmét, ami nem az úszodában zajlott. Milyen volt végignézni? Tehát most arra gondolsz, hogy én bármiféle jóvátételt, a színi miatt kaptam e Nem, nagyon jó, nem, nem ez volt bennem, Mi volt? Nem, abszolút nem. Tehát én tiskék. Nem, nincsenek bennem tiskék. Nem, nem, nem. Csak ezt, ezt mindig, mindig szörnyű látni, hogy a, a saját sportágamban. E, Esnek is csontvázak Nagyon a lesz, csontvázak, hát figyelj, az úszás speciál az egyik legbotrányosabb sportág az elmúlt időben Magyarországon, amire az ember látszólag nem találna magyarázatot, és mégis. Hogy éli ezt meg egy élsportoló? Hogy Marul. Talál erre a magyarázatot? Nem. Persze, de a rossz, nagyon elnézést, csúnya beszéltem, csak igen. Ö, ö, de valami ö... magyarázatok kell, hogy legyen. A világ változott ennyit, te láttad rosszul. Mi a francia vagy történik? Nem, nem tudom. Lehet, hogy erre nem tudok válaszolni. Nem tudom. A... Szörnyű, tényleg szörnyű olvasni. Persze, hát igen, ebben nőttem föl, persze azért foglalkoztat, meg, meg, meg olvasom, meg, De most látom, is itt van és, a világtörténet, hogy tartozik az országnak, nem tartozik az ezt, országnak. igen, de az, hogy nem, tehát szerintem nem, tehát Milák, Milá Kristófot ne, bá, ne, tehát ha lehet, nem, ne bántsuk, tehát ilyeneket nem mondjuk, hogy ő bárkinek is tartozik, tehát ilyeneket ne, 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 ne Milák, -Milá Kristófnak köszönettel tartozik az ország, hogy, 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 hogy ő ilyen eredményt elért. És a, szépen. A te egyenleged az milyen? Te tartozol, vagy neked tartozunk? Se, nekem, én se tartozom, nekem sem tartozik senki. Nekem nem, nem, Én ezt értem, de hasonló, ha, ha, de ha most itt kéne egy ilyen fajta egyenleget vonni. Húha. Te, a, tehát, hogy az, az, arra gondolsz, hogy a, az a pályafutásom során én, én most mínuszba vagy pluszba vagyok. Igen, hát nagyon egyszerűen igen. Te sokkal jobban fogalmazol, mint én. Miközben én nem e, tudok úgy gyorsúszni, mint te. Nem tudom, de sok mindenki azt mondja, hogy fönt a csúcsgó réxre játszik, és mindenkinek a végén, végén, valahogy helyre billen a mérleg. Én, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, én azt sem, amit nagyon-nagyon szeretek. Az, hogy, 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 én a, a száz gyorson idézőben ennyit értem el, csak amennyit elértem, én azt gondolom, hogy azért ez ki lett maxolva. Nyilván a, a kollekcióból hiányzik egy olimpiai érem, és most nem beszélünk itt a, a éret, ezt hagyjuk. Ö, olimpiai érmem nincsen, azért picit hiányzik. Ö, az a négy tized, az, az, ha ott van egy gyertya, akkor, akkor az meg lett volna egy olimpiai döntővel. De, de ez kellett ahhoz, nincsenek véletlenek, nem hiszek benne, de ez kellett ahhoz, hogy szerintem én ide eljussak, ahol most vagyok. Mennyire fontos az, hogy egy sportoló vagy egy edző idol legyen? A kvázi hétköznapi emberek számára? Hát vagy legalábbis ne legyen igazán kiközthető. Hát, én azt mondom, hogy a mai világban már bárki kikezdhető. Igen, de most a korábbi világról beszélek. Olyan mértékben beszélünk róla, ahogy akarod, így is egy rekordhosszúságú beszélgetés készül, de... Ez elsősorban a te személyednek köszönhető. Nem uh, igaz. Én Ezt azt, jól, össze. én azt jól érzékelem, hogy neked voltak kapcsolataid az úszósport aktív életed alatt. Már mi? mi hát, hogy sport, aki? tehát, hogy, hogy, tehát, hogy magát, uh, magát azt a lehetőséget, hogy lányok, fiúk egyet edzenek úszodában, de az pár kapcsolatépítésre is, hogy ilyen elegánsan fogalmazzak. Ezt nagyon szépen elegánsan hoztad, ez igen. És én azt jól látom, hogy téged alapvetően azért szerettek a nők, tehát több, úgy tűnik, mintha több igent mondtak volna, mint nemet, vagy legalábbis erről híresebb voltál, mint az ellenkezőjéről. Hát igen, vehetjük, vehetjük így, igen, igen, igen. igen. És amikor a Szepesi például ezzel kapcsolatban ír rólad, az milyen érzés? <laughs> Ezen nem gondolkoztam még, hogy milyen érzés, hát nem tudom, igazából összességében, tehát, nyilván ennyi idő távlatával minden megszépült tehát, hogy... Ö, ezek kapcsolatok, vagy, vagy ezek ilyen egy éjszakás, nappali események? Már mind melyik? Jól beszélsz, nem vagyok tisztában a számokkal. Tehát te Egerszegi jártál, Igen? Szepesi Nikolettel jártál. Nem akkor az csak egy... Nézd, az ember életében szerintem vannak kapcsolatok, vannak barátnők, vannak mennyasszonyok, vannak feleségek. Igen, volt egy mennyasszony, de vannak... két év után hagytál el. Ez nem igaz. Ő ezt állította. Tényleg? Igen, igen, igen. Igen, igen jó, jó, azt mondja, jó. pár hónapja ismerte meg jelgi páromat, Zubor Attila, mennyasszonya voltam két évig. Elképzelhető. <té Ghaz> Máskor is gyere el, és persze, akkor innen a folytatjuk? Nem, felvisítem fel, az, az, emléke, fel, <té intensity> az emlékezetedet. Na, szóval vannak tartós kapcsolatok, én ezt mondom, hogy egy férfi és egy nő és vannak alkalmi kapcsolatok. Szerintem ezzel nincsen baj, ha helyén tudjuk kezelni, és én azért annyira nem kerül napvilágra, azért az jó lenne, de de szerintem ezzel semmi gond nincsen. Nyilván a sport ö, nagyobb lehetőségeket ad, erre. Ha egy olimpiai ember... bajnoknak több jár, mint egy olimpiai ötödik helyzetnek? Kapcsolatban? Most jól kérdezel bármiben így a sportvéd. De... Is. Hát... Yeah. Könnyebben is elkedik egy nő egy ötödik helyzettel, mint egy elsővel, vagy az első helyzettel szívesebben is elkedik, vagy nincs ilyen. De csak ez nézőpont és attól függ, hogy szerintem férfi vagy nő az illető. Tehát, ha egy nőről beszélünk, egy hölgyről beszélünk, aki olimpiai bajnok, és ő szeretne párkapcsolatot létesíteni, szerintem nehezebb dolga van egy kvázi hétköznapi férfival kapcsolatot létesíteni, mint fordítva. Azért elfogadni férfiként egy olimpiai bajnokot, egy hétköznapi most nem, nem csúnya tehát, hogy hogy ö, ö, nem sport, akkor én azt mondom, hogy nem ér sportoló férfival, szerintem az nagyon nehéz dolog. Egy férfinak elfogadni azt, hogy megjelenek a, a, az olimpiai bajnok partneremmel és... Te házasságban és... ősz? Nem. A barátnő itt zömmel sportolók voltak? Nem feltétlenül. Végül egy utolsó kérdés, de az egész beszélgetésünk légkörére vonatkozóan, ugye vízumkényszer kölcsönösen szokott lenni, de nem muszáj. Én azt érzékelem, hogy egy olyan civil palinak, mint nekem, vízumot kell váltanom a sportvilágában, miközben a sportolóknak nem muszáj uh, vízumot váltani a civil világba, mint a Szabó Gabi példája mutatja, ott tulajdonképpen magát hozta vízumköteles helyzetbe, ez a számomra végtelen szenves olimpiai bajnok. Jól érzékelem azt, hogy azért a sportolói világ igényelne egy ilyen vízumot, és nem is szívesen ad ki vízumot, ha egyébként valaki egy olyan igazságkeresési szándékkal akarna oda látogatni, mint én. Nem ellenséges, de minimum gyanakvó. Tehát arra gondolsz, hogy mi mennyire zárunk össze egy kívülállóként, hogyha bármennyire is szeretnék kapargatni a felszínt? Így, így, így. Azért összezárunk. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást.